Esdrás könyve, első rész. Círus engedélyt ad a zsidóknak a hazatérésre. Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében azért, hogy beteljesedjék az úrnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az úr Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában kihirdettesse szóban és írásban a következőket. Ezt mondja Círus perzsa király. A föld minden országát nekem adta az úr, a menny istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépítessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben. Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal istene, menjen el a Júdában levő Jeruzsálembe, és építse fel Izrael istenének, az Úrnak a házát. Ő az Isten Jeruzsálemben. Aki csak megmaradt bárhol, ahol jövevényként él, segítsék azt annak a helynek a polgárai ezüsttel, arannyal, különféle javakkal és állatokkal, meg önkéntes adományokkal az Isten jeruzsálemi háza számára. Elindultak tehát Júda és Benyámin családfői, meg a papok és a léviták. Mindnyájuk lelkét arra indította az Isten, hogy menjenek el és építsék fel az Úr házát Jeruzsálemben. Szomszédaik mind segítették őket ezüsttárgyakkal, arannyal, különféle javakkal, állatokkal és kincsekkel az önkéntes adományaikon kívül. Círus király pedig előhozatta az úrházának az edényeit, amelyeket Nebukadnetszar vitt el Jeruzsálemből, és saját istenei templomának ajándékozott. Előhozatta ezeket Círus perzsa király Mitredát kincstárnok felügyeletével, és leltár szerint átadta Sésbatszarnak, Júda fejedelmének. Ezáltal leltárban 30 aranytál, 1000 ezüsttál, 29 kés, 30 aranyserleg, 410 egyéb ezüst serleg és további 1000 edény. Összesen 5400 arany és ezüst edény volt. Mindezt magával vitte Sésbatszar, amikor a foglyok elmentek Babilóniából Jeruzsálembe. Esdrás könyve, második rész, a hazatértek névsora. A Júda tartományából valók közül ezek tértek haza a számüzetésből, Nebukadnetszar, Babilónia királya vitte őket fogságba, de visszatérhettek Jeruzsálembe és Júdába, kiki a maga városába, és jöttek meg Zerubbábellel, Jésúával, Nehemjával, Szerájával, Reélájával, Mordokaijal, Bilsánnal, Miszpárral, Bigvajjal, Rehummal és Baanával. Az Izrael népéhez tartozó férfiak szám szerint a következők voltak. Parósnak 2172 leszármazottja, Sefatjának 372 leszármazottja, Árachnak 775 leszármazottja, Pahat-Móábnak Jésúa és Jóáb ágán 2812 leszármazottja, Élámnak 1254 leszármazottja, Zattúnak 945 leszármazottja, Zakkajnak 760 leszármazottja, Bánénak 642 leszármazottja, Bébajnak 623 leszármazottja, Azgádnak 1222 leszármazottja, Adónékámnak 666 leszármazottja, Bigvajnak 2056 leszármazottja, Ádinnak 454 leszármazottja, Átérnak Hiszkijá ágán 98 leszármazottja, Bécajnak 323 leszármazottja, Jórának 112 leszármazottja, Hásumnak 223 leszármazottja, Gibbárnak 95 leszármazottja volt. Betlehemiek 123-an voltak, Netófából valók 56-an, Anátótból valók 128-an, Azmávetiek 42-en, Kirjat Árímiak, Kefíráiak és Beirótiak 743-an, Rámáiak és Gebaiak 621-en, Mikmászból valók 122-en, Bételből és Ajból valók 223-an, Nebóiak 52-en, Magbísiak 156-an, a másik Élámból valók 1254-en, Hárimiak 320-an, Lódiak, Hádídiak és Ónóiak 725-en, Jerikóiak 345-en, Szenáiak pedig 3630-an voltak. A hazatért papok és léviták névsora. A papok a következők voltak: Jedajá leszármazottai Jésúa családjából 973-an, Immér leszármazottai 1052-en, Pashúr leszármazottai 1247-en, Hárim leszármazottai 1017-en.
A léviták a következők voltak. Jésúa, Báni, Kadmiél és Hódavjá leszármazottai 74-en. Az énekesek ezek voltak, Ászáf leszármazottai 128-an. A kapuőrséghez tartoztak Sallumnak, Átérnak, Talmónnak, Akkúbnak, Hatítának és Sóbajnak a leszármazottai, összesen 139-en. Templomszolgák voltak Cíhá fiai, Haszúfá fiai, Tabbáót fiai, Kérósz fiai, Sziahá fiai, Pádón fiai, Lebáná fiai, Hagábá fiai, Akkúb fiai, Hágáb fiai, Samlaj fiai, Hánán fiai, Giddél fiai, Gahar fiai, Reájá fiai, Recín fiai, Nekódá fiai, Gazzám fiai, Uzzá fiai, Pászéjach fiai, Bészaj fiai, Aszná fiai, Meúnim fiai, Nefúszim fiai, Bakbúk fiai, Hakúfá fiai, Harhúr fiai, Baclút fiai, Mehidá fiai, Harsá fiai, Barkósz fiai, Sziszerá fiai, Temach fiai, Neciach fiai, Hatifá fiai. Salamon szolgáinak a fiai voltak, Szótaj fiai, Szóferet fiai, Perúdá fiai, Jalá fiai, Darkón fiai, Giddél fiai, Sefattyá fiai, Hattil fiai, Pókeret Hatzebáim fiai és Ámi fiai. A templomszolgák és Salamon szolgáinak a fiai összesen 392-en voltak. Ezek azok, akik Télmelachból, Télharsából, Kerubból, Addámból és Immérből jöttek, de nem tudták igazolni családjukat és származásukat, azt, hogy valóban Izraelből valók. Delájá fiai, Tóbíjá fiai és Nekódá fiai 652-en. A papok közé tartoztak Hobajjá fiai, Hakkóc fiai és Barzillaj fiai. Ez utóbbi a gileádi Barzillaj egyik leányát vette feleségül, és róla kapta a nevét. Ezek keresték bejegyzésüket a származási jegyzékben, de nem találták, ezért meg kellett válniuk a papi szolgálattól. A királyi helytartó pedig megmondta nekik, hogy nem ehetnek az igen szent ételekből, amíg szolgálatba nem lép a főpap, aki dönthet az Úrimmal és a Tummimmal. Az egész gyülekezet összesen 42.360 fő volt, azon kívül 7.337 szolga és szolgáló leány, meg 200 énekes és énekesnő. Volt 736 lovuk, 245 összvérük, 435 tevéjük és 6720 szamaruk. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe az úrházához, egyes családfők önkéntes adományokat ajánlottak föl az Isten háza javára, hogy felépítsék azt a régi helyén. Erejükhöz képest adtak az építés költségeire 61.000 aranydrachmát, 5.000 ezüst minát és 100 papi köntöst. A papok és a léviták, meg a hazatért nép, az énekesek, a kapuőrök és a templomszolgák letelepedtek a maguk városaiban, egész Izrael a maga városaiban. Esdrás könyve, 3. rész, az égő áldozati oltár fölállítása. Amikor elérkezett a 7. hónap, és Izrael fiai már a városaikban laktak, egy emberként összegyűlt a nép Jeruzsálemben. Ekkor fogott hozzá Jésúa, Jócádák fia szolgatásaival, a papokkal és Zerubbábel, Sealtiél fia testvéreivel együtt, hogy felépítsék Izrael istenének az oltárát, és égő áldozatokat mutassanak be rajta úgy, ahogyan megvan írva Mózesnek, Isten emberének a törvényében. A régi helyén állították föl az oltárt, és bár rettegtek a tartományok népétől, égő áldozatokat mutattak be rajta az Úrnak, reggeli és esti égő áldozatokat. Majd megtartották a lombsátrak ünnepét, ahogyan az megvan írva, napról napra bemutatták az égő áldozatot megfelelő számban, a rendtartás szerint mindegyiket a maga napján, továbbá az állandó égő áldozatot az újhold napján és az Úr minden szent ünnepén esedékes égő áldozatot, és mindazoknak az önkéntes áldozatát, akik ilyet vittek az Úrnak. A 7. hónap első napjától kezdtek égő áldozatokat bemutatni az Úrnak, bár az Úr templomának az alapkövét még nem rakták le. De pénzt adtak a kőfaragóknak és az ácsoknak,
ételt, italt és olajat a szidóniaknak és a tírusziaknak, hogy szállítsanak cédrusfát a Libánonról Jáfóba a tengeren, Círus perzsa király engedélyével. Lerakják a templom alapkövét. Azután, hogy megérkeztek Jeruzsálembe az Isten házához, a második esztendő második hónapjában megkezdték az előkészületeket Zerubbábel, Sealtiel fia, Jésua, Jócádák fia, és többi szolgatársuk, a papok, a léviták, és mindazok, akik visszaérkeztek Jeruzsálembe a fogságból, és megbízták a 20 éves és annál idősebb lévitákat azzal, hogy irányítsák az Úr házának építését. Jésua a fiaival és testvéreivel, Kadmiéllel, Bánival és Hódavjával, meg Hénádát fiai a fiaikkal és testvéreikkel, a lévitákkal egy emberként vállalták, hogy irányítják azokat, akik az Isten házának az építését végzik. Az építők tehát lerakták az Úr templomának az alapját, és odaállították a papokat szolgálati öltözetben harsonákkal, meg a lévitákat, Ászáf fiait cintányérokkal, hogy dicsérjék az Urat Izrael királyának, Dávidnak az előírása szerint. Ezek énekeltek dicsérve és magasztalva az Urat, mert jó, mert örökké tart szeretete Izrael iránt. Az egész nép pedig nagy örömújongásban tört ki, dicsérve az Urat azért, hogy lerakhatták az Úr házának az alapját. Sokan az idősebb papok, léviták és családfők közül, akik még látták az első templomot, hangosan sírtak, amint a szemük láttára rakták le ennek a templomnak az alapját, sokan pedig hangosan újjongtak és örvendeztek, úgy, hogy a nép közül senki sem tudta megkülönböztetni az örömújongás hangját a sírás hangjától, mert a nép igen hangosan újjongott, és messzire hallatszott a hangja. Esdrás könyve, 4. rész, Júda ellenségei akadályozzák a templomépítést. Amikor Júda és Benyámin ellenségei meghallották, hogy a fogságból hazatértek templomot építenek Izrael istenének az Úrnak, elmentek Zerubbábelhez meg a családfőkhöz, és ezt mondták nekik. Hadd építsünk veletek együtt, mert mi is a ti istenetekhez folyamodunk, ahogyan ti, és neki áldozunk Ésarhaddón asszír király idejétől fogva, aki idehozott bennünket. Zerubbábel, Jésua és Izrael többi családfője azonban így felelt nekik. Nem építhettek velünk együtt templomot a mi istenünknek, hanem mi magunk akarjuk azt felépíteni Izrael istenének az Úrnak, ahogyan megparancsolta nekünk Círus király, Perzsia királya. Ezért az ország népe elcsüggesztette Júda népét, és elrettentette őket az építéstől. Tanácsadókat béreltek föl ellenük Círus perzsa király uralkodásának egész idejében, Dárius perzsa király uralkodásáig, hogy meghiúsítsák szándékukat. Ahasvérós uralkodása alatt, uralkodása kezdetén írásban vádolták be Júda és Jeruzsálem lakóit, Artasasztá idejében pedig Bislám, Mitredát és Tábeél többi hivatalnoktársukkal együtt írtak Artasasztá perzsa királynak. Levelet írtak arám írással, arám fordításban. Rehúm kormányzó és Simsaj kancellár is írt ilyen levelet Jeruzsálem ellen Artasasztá királynak. Jelentést tett Rehum kormányzó, Simsaj kancellár és többi hivatalnoktársuk, a bírók, tisztviselők, felügyelők és hivatalnokok, az erekiek, bábeliek és súsániak, vagyis élámiak, meg a többi nép, akiket a nagy és dicső asznappal vitt fogságba és telepített le Samária városaiba, meg a többi városba a folyamon túl. Ez a szövege annak a levélnek, amelyet Artasasztá királynak küldtek. Szolgáid a folyamon túli emberek jelentik. Tudtára adjuk a királynak, hogy a zsidók, akik eljöttek tőled, megérkeztek hozzánk Jeruzsálembe, építik ezt a lázadó és gonosz várost, helyreállítják a várfalakat és javítgatják az alapokat. Most azért tudtára adjuk a királynak, hogy ha ez a város felépül és a várfalak elkészülnek, akkor nem fognak többé adót, beszolgáltatást és vámot fizetni, és így kár éri majd a királyi kincstárat. Mivel pedig mi a palota sójával sózunk, és nem illik elnéznünk, hogy becsapják a királyt, ezért küldtük ezt a jelentést a királynak. Nézzék csak át őseit krónikáit. Megtalálod, és megtudod a krónikákból, hogy ez a város lázongó, a királyokat és a tartományokat folyton megkárosító város volt, és régtől fogva pártütések történtek benne, ezért is rombolták le ezt a várost. Mi tehát tudatjuk a királlyal, hogy ha ez a város felépül és várfalai elkészülnek, akkor nem lesz birtokod a folyamon túl.
A király felfüggeszti az építkezést. A király ezt a határozatot küldte: Rehum kormányzónak, Simsaj kancellárnak és többi hivatalnoktársuknak, akik Samáriában meg a többi folyamon túli városban laknak. Békesség! A levelet, amelyet nekünk küldtetek, érthetően felolvasták előttem, ezért parancsot adtam, hogy nézenek utána. És úgy találták, hogy az a város régtől fogva lázongott a királyok ellen, lázadások és pártütések történtek benne, és hatalmas királyok voltak Jeruzsálemben, akik urai voltak az egész folyamon túli tartománynak, amely adót, beszolgáltatást meg vámot fizetett nekik. Most azért adjátok parancsba, meg kell akadályozni ezeket a férfiakat abban, hogy újjáépítsék a várost, amíg tőlem újabb parancs nem érkezik. Ügyeljetek arra, hogy ne történjék hanyagság ebben a dologban, nehogy súlyos kár érje a királyokat. Mihelyt felolvasták Artasasztá király levelének a szövegét Rehum, Simsaj kancellár és hivatalnok társaik előtt, sietve Jeruzsálembe mentek a zsidókhoz, és fegyveres erővel leállítatták a munkájukat. Ekkor beszüntették a munkát Jeruzsálemben az Isten házánál, és szünetelt az Dárius perzsa király uralkodásának a második esztendejéig. Esdrás könyve, 5. rész, a templomépítés folytatása. De Hageus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia profétálni kezdett a Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak Izrael istene nevében, aki fölöttük volt. Akkor Zerubbábel, Sealtiel fia és Jésua, Jócádák fia hozzáfogott, és elkezdte Isten házának az építését Jeruzsálemben. Velük voltak Isten prófétái, akik támogatták őket. Abban az időben odament hozzájuk Tattenaj, a folyamon túli tartomány helytartója, és Setar Bóznaj, meg hivatalnok társaik, és ezt mondták nekik: Kiadott nektek parancsot arra, hogy ezt a házat fölépítsétek, és gerendázatát elkészítsétek. Azután ezt kérdezték tőlük: Hogy hívják azokat a férfiakat, akik ezt az épületet építik? De a zsidók vénein rajta volt Istenük szeme, ezért nem akadályozták őket, míg jelentés nem ment Dáriushoz, és levélben válasz nem érkezett rá. Tattenaj följelenti a templomépítőket. Ez a szövege annak a levélnek, amelyet Dárius királynak küldött Tattenaj, a folyamon túli tartomány helytartója, és Setar Bóznaj, meg hivatalnok társai, a folyamon túli tartomány tisztviselői. Beadvánnyal fordultak ugyanis hozzá, melyben a következőket írták: Dárius királynak teljes békesség. Tudtára adjuk a királynak, hogy elmentünk Júda tartományába, a nagyisten házához. Azt most kőtömbökből építik, és a falakra gerendákat helyeznek. Ezt a munkát gondosan végzik, és sikeresen folytatják. Megkérdeztük az ott levő véneket, és ezt mondtuk nekik: Kiadott nektek parancsot arra, hogy ezt a templomot felépítsétek, és gerendázatát elkészítsétek. Nevüket is megkérdeztük, hogy tudassuk veled, és megírjuk azoknak a férfiaknak a nevét, akik az élükön állnak. Ők azonban ilyen szavakkal feleltek nekünk: Mi a menny és föld istenének a szolgái vagyunk, és újjáépítjük ezt a templomot, amely sok évvel ezelőtt épült. Izraelnek egy nagy királya kezdte építeni, és be is fejezte. Őseink azonban haragra ingerelték a menny istenét, ezért ő Babilónia királyának, a Káldeus Nebukadnetszarnak a kezébe adta őket, aki ezt a templomot lerombolta, a népet pedig fogságba vitte Babilóniába. De Círusnak, Babilónia királyának uralkodása első esztendejében parancsot adott Círus király, hogy Istennek ezt a házát építsék fel. Sőt, Isten házának az arany és ezüst edényeit is, amelyeket Nebukadnetszar elhozott a jeruzsálemi templomból, és bevitt Babilon templomába, előhozatta Círus király Babilon templomából, átadatta egy Sésbatszar nevű embernek, akit helytartóvá tett, és azt mondta neki: Vedd át ezeket az edényeket, menj és helyezd el a jeruzsálemi templomban, és az Isten háza épüljön fel a régi helyén. Ekkor Sésbatszar el is jött, lerakta Isten házának az alapját Jeruzsálemben, és azóta egészen mostanáig épül, de még nincs készen. Most azért, ha a király jónak látja, nézessen utána Babilóniában, a királyi kincstárban, hogy adott-e parancsot Círus király Isten jeruzsálemi házának a felépítésére, és a király erről szóló határozatát küldje meg nekünk. Esdrás könyve, 6. rész, Dárius rendelete. Ekkor Dárius parancsot adott, hogy nézzenek utána ennek a levéltárban, ahol a kincseket szokták elhelyezni Babilóniában.
és találtak Achmetá várában, Média tartományában egy irattekercset, amelyre ez volt följegyezve emlékeztetőül. Círus király uralkodásának első évében parancsot adott Círus király Isten jeruzsálemi házára nézve, építsék fel azt a templomot, legyen olyan hely, ahol áldozatokat mutatnak be. Maradjanak meg régi alapjai, legyen a magassága 60 könyök, szélessége is 60 könyök. 3 sor legyen kőtömbökből, és 1 sor fából. A költségeket a királyi palota fedezze. Sőt, Isten házának az arany és ezüstedényeit is, amelyeket Nebukadnetszar hozott el a jeruzsálemi templomból, és vitt Babilonba, vigyék vissza, hadd kerüljenek újra a helyükre, a jeruzsálemi templomba, és helyezzék el azokat az Isten házában. Most azért Tattenaj, a folyamon túli tartomány helytartója, Setar Bóznaj és hivatalnoktársaik, a folyamon túli tisztviselők, tartsátok távol tőlük magatokat. Hagyjátok, hogy a zsidók helytartója és a véneik Isten házán munkálkodjanak, és fölépíthessék Isten házát a régi helyén. Arra is parancsot adok, hogy mit kell tennetek a zsidók véneinek támogatására Isten házának az építésében. A király jövedelméből, a folyamon túli adóból pontosan adják meg a költségeket ezeknek a férfiaknak, hogy ne legyen fennakadás. Adják meg nekik napról napra hiánytalanul, amire még szükség van, bikákat, kosokat és bárányokat égő áldozatul a menny istenének, továbbá búzát, sót, bort és olajat a jeruzsálemi papok rendelkezése szerint, hogy mutassanak be kedves illatú áldozatot a menny istenének, és imádkozzanak a királynak és fiainak az életéért. Arra is parancsot adok, hogy ha valaki ezt a rendeletet megszegi, annak a házából vegyenek ki egy gerendát, állítsák fel, őt pedig szegezzék fel rá, és a házát tegyék szemétdombá emiatt. Az az Isten pedig, akinek ott lakik a neve, pusztítson el minden olyan királyt és népet, aki arra vetemedik, hogy megszegve ezt a rendeletet lerombolja Istennek ezt a házát Jeruzsálemben. Én, Dárius adtam ezt a parancsot, pontosan végre kell hajtani. Az új templom fölszentelése. Akkor Tattenaj, a folyamon túli tartomány helytartója, és Setar Bóznaj, meg hivatalnok társaik pontosan végrehajtották azt a rendeletet, amelyet Dárius király kiadott, így a júdai vének sikeresen folytatták az építkezést Haggeus prófétának és Zakariásnak, Iddó fiának a proféciái szerint. Be is fejezték az építkezést, ahogyan Izrael istene megparancsolta, és Círus, Dárius meg Artasasztá perzsa királyok elrendelték. Dárius király uralkodásának 6. évében, Adár hónap 3. napjára készítették el a templomot. Akkor Izrael fiai, a papok, a léviták meg a többiek, akik a fogságból hazatértek, örvendezve megünnepelték Isten házának a fölszentelését. Isten házának a fölszentelésekor 100 bikát, 200 kost és 400 bárányt mutattak be áldozatul, 12 kecskebakot pedig vétek áldozatul egész Izraelért, Izrael törzseinek a száma szerint. Azután Isten szolgálatába állították Jeruzsálemben a papokat rendjeik szerint és a lévitákat osztályaik szerint, ahogyan megvan írva Mózes könyvében. A fogságból hazatértek ezután megtartották a páskát az első hónap 14. napján. Mert a papok és a léviták egy emberként megtisztították magukat, mindnyájan tiszták lettek, és levágták a páskabárányt mindazoknak, akik a fogságból hazatértek, szolgatársaiknak, a papoknak és önmaguknak. És megették azt a fogságból hazatért izraeliek, meg mindazok, akik hozzájuk csatlakozva elkülönültek az ország pogány népeinek a tisztátalanságától, és az Úrhoz, Izrael istenéhez folyamodtak. Megtartották a kovásztalan kenyerek ünnepét is, 7 napon át örvendezve, mert megörvendeztette őket az Úr azzal, hogy hozzájuk fordította Asszíria királyának a szívét, az pedig támogatta őket, hogy dolgozhassanak Istennek, Izrael istenének a házán. Esdrás könyve, 7. rész, Esdrás Jeruzsálembe érkezik. Ezek után Artasasztá perzsa király uralkodása alatt Esdrás, Szerájá fia, aki Azarjá fia, aki Hilkíjá fia, aki Sallum fia, aki Cádók fia, aki Ahítub fia, aki Amarjá fia, aki Azarjá fia, aki Merájót fia, aki Zerachjá fia, aki Uzzi fia, aki Bukki fia, aki Abisúa fia, aki Fineás fia, aki Eleázár fia, aki pedig Áron főpapnak volt a fia, ez az Esdrás eljött Babilóniából.
Ő írástudó volt, jártas Mózes törvényében, amelyet Izrael istene az Úr adott. A király pedig teljesítette minden kérését, mert vele volt istenének, az Úrnak az ereje. Izrael fiai közül is jöttek Jeruzsálembe papok, léviták és énekesek, kapuőrök és templomszolgák Artasasztá király uralkodásának 7. évében. A király uralkodásának 7. évében, az 5. hónapban érkezett meg Jeruzsálembe. Az első hónap első napján határozta el, hogy eljön Babilóniából, és az 5. hónap első napján érkezett meg Jeruzsálembe, mert vele volt istenének a jó akarata. Mert Esdrás szívből törekedett arra, hogy kutassa és teljesítse az Úr törvényét, és tanítsa Izraelben a rendelkezéseket és előírásokat. Artasasztá király utasításai. Ez a szövege annak a levélnek, amelyet Artasasztá király adott Esdrásnak, az írástudó papnak, aki írástudó volt, jártas az Úr parancsolatainak igéiben és rendelkezéseiben, amelyeket Izraelnek adott. Artasasztá a királyok királya, Esdrás papnak, aki a menny istenének törvényében tökéletesen jártas írástudó. Parancsot adok, hogy mindenki, aki országomból önként el akar menni Jeruzsálembe, Izrael népe, papjai és lévitái közül, az elmehet veled. Mivel te a királynak és 7 tanácsosának a küldöttje vagy, vizsgáld meg Júdát és Jeruzsálemet Istened törvénye szerint, amely a kezedben van, és vidd el azt az ezüstöt és aranyat, amelyet a király és tanácsosai önként ajándékoznak Izrael istenének, akinek a hajléka Jeruzsálemben van, továbbá mindazt az ezüstöt és aranyat, amelyet Babilónia tartományaiban kapsz, a nép és a papok önkéntes adományával együtt, amelyet önként adományoznak Istenük jeruzsálemi házának a javára. Vásárolj ezért gondosan ezen a pénzen bikákat, kosokat és bárányokat, meg a hozzájuk tartozó étel és ital áldozatokhoz valót, és mutasd be azokat Istenetek házának az oltárán Jeruzsálemben. A megmaradó ezüsttel és arannyal pedig azt tegyétek, amit Istenetek akarata szerint jónak láttok megtenni, te és testvéreid. Az edényeket pedig, amelyeket átadnak neked Istened házának a használatára, add át Isten előtt Jeruzsálemben. Istened házának egyéb szükségletét pedig, amelyet még fedezned kell, fedezd a királyi kincstárból. Én, Artasasztá király, parancsot adok minden kincstárnoknak a folyamon túl, mindazt pontosan teljesítsétek, amit kér tőletek Esdrás pap, aki a menny istenének törvényében jártas írástudó, ezüstöt 100 talentumig, búzát 100 kórig, bort 100 batig, olajat 100 batig, sót pedig akármennyit. Mindent pontosan teljesíteni kell a menny istenének parancsából, a menny istene házának javára, hogy meg ne haragudjék a királynak és fiainak az országára. Tudatjuk még veletek, hogy a papokra, lévitákra, énekesekre, kapuőrökre, templomszolgákra és az Isten házának munkásaira senkinek se legyen szabad adót, beszolgáltatást vagy vámot kivetnie. Te pedig, Esdrás, Istenednek benned levő bölcsessége szerint rendelj ítélő bírákat, hogy ők bíráskodjanak az egész folyamon túli nép felett, mindazok felett, akik ismerik Istened törvényeit. Aki pedig nem ismeri, azt tanítsátok meg rá. Mindazokra, akik nem teljesítik Istened és a király törvényét, pontosan szabják ki az ítéletet, vagy halált, vagy számüzetést, vagy pénzbüntetést, vagy börtönt. Esdrás hálát ad Istennek. Áldott az Úr őseink Istene, aki arra indította a király szívét, hogy fölékesítse az Úr házát Jeruzsálemben. Kiterjesztette rám a királynak, tanácsosainak és a király minden befolyásos tisztjének a szeretetét. Én pedig megerősödtem, mert Istenemnek az Úrnak a hatalma volt velem, és családfőket gyűjtöttem Izraelből, hogy jöjjenek velem. Esdrás könyve 8. rész. Az Esdrással hazatért családfők. Ezek a családfők és a származási jegyzékbe fölvett férfiak jöttek velem Artasasztá király uralkodása alatt Babilóniából. Fineás fiai közül Gérsóm, Itámár fiai közül Dániel, Dávid fiai közül Hattús, Sekanyá fia. Parós fiai közül Zekarjá és vele 150 a származási jegyzékbe fölvett férfi. Pahat Móáb fiai közül Eljehóénaj, Zerachjá fia és vele 200 férfi. Sekanyá fiai közül Jahaziél fia és vele 300 férfi. Ádin fiai közül Ebed, Jónátán fia és vele 50 férfi. Élán fiai közül Jesajá, Ataljá fia és vele 70 férfi.
Sefatjá fiai közül Zebadjá, Mikáél fia és vele 80 férfi. Jóáb fiai közül Óbadjá, Jehiél fia és vele 218 férfi. Selómít fiai közül Josifjá fia és vele 160 férfi. Bébaj fiai közül Zekarjá, Bébaj fia és vele 28 férfi. Azgát fiai közül Jóhánán, Hakkátán fia és vele 110 férfi. Adónékán fiai közül az ifjabbak, akiknek nevei Elifelet, Jeiél meg Semajá és velük 60 férfi. Bigvaj fiai közül Útaj meg Zabbúd és vele 70 férfi. Az Esdrással hazatért léviták és templomszolgák. Összegyűjtöttem őket az Ahavába ömlő folyónál, és ott táboroztunk 3 napig. Szemügyre vettem a népet és a papokat, de a léviták közül nem találtam ott senkit. Elküldtem azért Eliézer, Ariél, Semajá, Elnátán, Járib, Elnátán, Nátán, Zekarjá és Messulám családfőket, továbbá Jó Járib és Elnátán tanítókat, és odarendeltem őket egy Kászifjá nevű helyre, Iddó főemberhez, miután szájukba adtam, hogy mit mondjanak Iddónak és szolgatásainak, a templomszolgáknak azon a Kászifjá nevű helyen, hogy szolgálattevőket hozhassanak Istenünk háza számára. Istenünk jó akarata által el is hoztak nekünk egy hozzáértő embert Machli utódai közül, aki Lévi fia, Izrael unokája volt, továbbá Sérébját fiaival és testvéreivel, összesen 18-at, meg Hasabját és vele Jesaját, Merári fiai közül, testvéreivel és fiaival, összesen 20-at, a templomszolgák közül pedig, akiket még Dávid és a vezető emberek rendeltek a léviták szolgálatára, 220 templomszolgát, mindnyájuk neve föl van jegyezve. Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak, és minden jószágunknak. Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak, Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Böjtöltünk tehát, és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket. A templomra gyűjtött adományok. Ezután kiválasztottam a papok vezetői közül 12-t, Sérébját, Hasabját és még 10 szolgatásokat. Kimértem előttük az Istenünk házának felajánlott ezüstöt, aranyat és edényeket, amelyeket a király és tanácsosai, vezetőemberei, valamint az egész ott élő Izrael ajánlott fel. Kimértem és átadtam nekik 650 talentum ezüstöt, 100 talentum értékű ezüstedényt és 100 talentum aranyat, továbbá 1000 dárik értékben 20 aranykejhet és 2 szépen kifényesített rézedényt, amelyek olyan becsesek voltak, mint az arany. Majd ezt mondtam nekik, ti az Úrnak vagytok szentelve, ezek az edények is szentek, ez az ezüst és arany őseitek Istenének az Úrnak felajánlott önkéntes adomány. Vigyázzatok rá, és őrizzétek meg, amíg ki nem méritek a papok és a léviták vezetői előtt, meg Izrael családjainak a vezetői előtt Jeruzsálemben, az Úr háza kamráiban. Ekkor átvették a papok és léviták a kimért ezüstöt, aranyat és az edényeket, hogy elszállítsák Jeruzsálembe, Istenünk házába. Ezután elindultunk az Ahavá folyó mellől az első hónap 12. napján, hogy Jeruzsálembe menjünk. Istenünk ereje velünk volt, és megóvott bennünket az ellenségtől és az útonállóktól. Amikor megérkeztünk Jeruzsálembe, 3 napig pihentünk. A 4. napon azután kimérték az ezüstöt, aranyat és az edényeket Istenünk házában, és átadták Merémót papnak, Uriá fiának. Vele volt Eleázár, Fineás fia is, meg ott volt velük a léviták közül Józábád, Jésúa fia, meg Noadjá, Binnúj fia is. Mindent megszámoltak és megmértek, és mindjárt föl is jegyezték mindennek a súlyát. Amikor megérkeztek a fogságból a száműzöttek, égő áldozatot mutattak be Izrael istenének, 12 bikát egész Izraelért, 96 kost, 77 bárányt, 12 vétek áldozati bakot, mindezt égő áldozatul az Úrnak. És átadták a király rendelkezését a királyi kormányzóknak és a folyamon túli helytartóknak. Ezek támogatták a népet és az Isten házát. Esdrás könyve 9. rész. Esdrás bűnbánati imádsága. Mindezek után eljöttek hozzám a vezető emberek, és ezt mondták.
Izrael népe, még a papok és léviták sem különültek el az ország népeitől, a kánaániak, a hettiták, a perizziek, a jebusziak, az ammóniak, a moábiak, az egyiptomiak és az emóriak utálatos szokásaitól, mert ezeknek a leányai közül vettek feleséget maguknak és fiaiknak, úgyhogy összekeveredett a szent mag az ország népeivel, sőt a vezető emberek és előjáróik jártak élen ebben a hűtlenségben. Amikor ezt meghallottam, megszaggattam a ruhámat és a köpenyemet, megtéptem a hajamat és szakállamat, és ott ültem magamba roskadva. Akkor körém gyűltek mindazok, akik remegve gondoltak Izrael Istenének az igéire a fogságból hazatértek hűtlensége miatt. Én pedig magamba roskadva ültem egészen az esti áldozatig. Az esti áldozatkor pedig fölkeltem onnan, ahova leroskadtam, majd megszaggatott ruhában és köpenyben térdre hultam, imádkozva emeltem kezeimet Istenem az Úr felé, és ezt mondtam. Istenem, szégyenkezem, és nem merem fölemelni arcomat hozzád, Istenem, mert bűneink elborították fejünket, és vétkünk az égig növekedett. Őseink idejétől fogva mind a mai napig nagy vétekben vagyunk, és bűneink miatt jutottunk királyainkkal és papjainkkal együtt más országok királyainak a kezébe, hogy gyilkoljanak, fogságba vessenek, kifosszanak és megszégyenítsenek bennünket, ahogyan van ez ma is. Még csak rövid ideje annak, hogy megkönyörült rajtunk Istenünk az Úr, mert meghagyott belőlünk egy maradékot, és adott nekünk egy talpalatnyi földet szent helyén, visszaadta szemünk ragyogását Istenünk, és hagyta, hogy egy kissé feléledjünk szolgaságunkban. Mert szolgák vagyunk, de Istenünk szolgaságunkban sem hagyott el bennünket. Kiterjesztette ránk a perzsa királyok szeretetét, és megengedte, hogy feléledve fölépítsük Istenünk házát, hogy helyreállítsuk azt romjaiból, és védőfalat adott nekünk Júdában és Jeruzsálemben. És most mit mondjunk ezután, Istenünk, hiszen elhagytuk parancsolataidat, amelyeket a te szolgáid a próféták által adtál, amikor ezt mondtad. Az a föld, amelyre bementek, hogy birtokba vegyétek, tisztátalan föld az országban lakó népek tisztátalansága és utálatos szokásai miatt, mert megtöltötték azt egyik végétől a másikig tisztátalanságukkal. Azért ne adjátok hozzá leányaitokat az ő fiaikhoz, és az ő leányaikat se vegyétek feleségül fiaitoknak. Ne törődjetek békességükkel és javukkal soha, akkor megerősödtök, élhettek a föld javaival, és örökségül hagyhatjátok azt utódaitokra örökre. Mindazok után, amik utolértek bennünket gonosz tetteink és nagy bűneink miatt, te, Istenünk, bűneinkhez képest kíméletesen bántál velünk, sőt megengedted, hogy közülünk néhányan megmeneküljenek. Vajon ha újból megszegjük parancsolataidat, és összeházasodunk ezekkel az utálatos népekkel, nem semmisíthetsz meg bennünket haragodban, hogy közülünk senki sem maradjon és meneküljön meg? Uram Izrael Istene, igaz vagy te, hiszen mi, akik megmenekültünk, megmaradhattunk mind a mai napig, mi vétkesek vagyunk előtted, pedig így senki sem állhat színed elé. Esdrás könyve, 10. rész, a hazatérteket gyűlésbe hívják. Miközben Esdrás Isten háza előtt leborulva így imádkozott, és sírva elmondta ezt a bűnvallást, Izraelből igen nagy sokaság gyűlt össze körülötte. Férfiak, asszonyok és gyermekek, mert a nép igen keservesen sírt. Akkor megszólalt az Élán fiai közül való Sekanyjá, Jehiel fia, és ezt mondta Esdrásnak. Hűtlenek lettünk Istenünkhöz, mert idegen nőket vettünk feleségül az ország népei közül, de ennek ellenére is van még remény Izrael számára. Most azért kössünk szövetséget Istenünkkel úgy, hogy elbocsátjuk mindezeket az asszonyokat és gyermekeiket Uramnak és azoknak a határozata szerint, akik remegve gondolnak Istenünk parancsolatára. A törvény szerint kell eljárni. Kelj föl, mert ez a te dolgod, és mi veled leszünk. Légy erős és cselekedj. Fölkelt tehát Esdrás, és megeskedte a papok, a léviták és egész Izrael vezetőit, hogy az elhangzottak szerint járnak el. Ők pedig megesküdtek. Akkor fölkelt Esdrás az Isten háza elől, és elment Jóhánánnak, Eljásib fiának a kamrájába. Bement oda, de nem evett és nem ivott semmit, mert gyászolt a fogságból hazatértek hűtlensége miatt. Azután közhírré tették Júdában és Jeruzsálemben mindazok között, akik a fogságból hazatértek, hogy gyűjjenek össze Jeruzsálemben,
ha pedig valaki nem jön el 3 napon belül, annak a jószágát a vezetők és a vének határozata értelmében ki kell írtani, őt magát pedig ki kell zárni a hazatértek gyülekezetéből. 3. napra tehát összegyűlt minden júdai és benyámini férfi Jeruzsálembe, és a 9. hónap 20. napján ott ült az egész nép az Isten háza előtti téren, reszketve az ügy meg a zuhogó eső miatt. Az idegen asszonyok elbocsátása. Akkor előállt Esdrás pap, és ezt mondta nekik: hűtlenséget követtetek el azzal, hogy idegen asszonyokat vettetek feleségül, és így szaporítottátok Izrael vétkét. Valljátok meg ezt őseitek Istenének, az Úrnak, és cselekedjetek az ő tetszése szerint. Váljatok külön az ország népeitől és az idegen asszonyoktól. Erre az egész gyülekezet hangosan ezt válaszolta: igen, a te beszédet szerint kell tennünk, de nagy ez a nép, és esős időszak van, ezért nem áldogálhatunk a szabadban. Nem is 1-2 napi munka ez, hiszen sokan vagyunk, akik vétkeztünk ebben a dologban. Képviseljék a vezetők az egész gyülekezetet. Városainkból pedig mindazok, akik idegen asszonyokat vettek feleségül, jöjjenek ide egy-egy meghatározott időpontban, ők és velük együtt az adott város vénei és bírái, egészen addig, amíg el nem fordították rólunk Istenünk izzó haragját, amely e dolog miatt támadt. Csak Jónátán, Aszáél fia és Jachzeá, Tikvá fia álltak ennek ellene, és Mesullám meg a lévita Sabbettai támogatták őket. A fogságból hazatértek azonban így jártak el. Kiválasztották Esdrás papot, meg egyes férfiakat, családonként a családfőket, mindnyájukat név szerint. Ezek a 10. hónap 1. napján összegyűltek, hogy megvizsgálják az ügyet. Az 1. hónap 1. napjáig elintézték minden férfi ügyét, aki idegen asszonyt vett feleségül. A papok között is akadtak olyanok, akik idegen asszonyt vettek el. Jésuának, Jócádák fiának és testvéreinek a fiai közül Maaszéjá, Eliézer, Járib és Gedaljá. Ezek kezet adtak arra, hogy elbocsátják feleségüket. A vétkük miatt hozott jóvátételi áldozat egy kos volt. Immér fiai közül Hanáni és Zebadjá, Hárim fiai közül Maaszéjá, Éliá, Semajá, Jehiél és Uziá, Pashur fiai közül Eljóénaj, Maaszéjá, Jismáél, Netanél, Józábád és Elászá. A léviták közül Józábád, Simi és Kélájá, azaz Kelítá, továbbá Petachjá, Jehúdá és Eliézer. Az énekesek közül Eljásib, a kapuőrök közül Sallum, Telem és Úri. Izraelből Parós fiai közül Ramjá, Jizzíjá, Malkíjá, Mijámin, Eleázár, Malkíjá és Benájá. Élán fiai közül Mattanjá, Zekarjá, Jehiél, Abdi, Jerémót és Éliá. Zattú fiai közül Eljóénaj, Eljásib, Mattanjá, Jerémót, Zábád és Azízá. Bébaj fiai közül Jóhánán, Hananjá, Zabba és Atlaj. Báni fiai közül Mesullám, Malluk és Adájá, Jásúb, Seál és Jerémót. Pahat Móáb fiai közül Adná és Kelál, Benájá, Maaszéjá, Mattanjá, Becalél, Binnúj és Manassé. Hárim fiai közül Eliézer, Jissíjá, Malkíjá, Semajá, Simeon, Benyámin, Malluk és Semarjá. Hásum fiai közül Mattenaj, Mattattá, Zábád, Elifelet, Jerémaj, Manassé és Simi. Báni fiai közül Maadaj, Amrám és Úél, Benájá, Bédejá és Keluhú, Vanjá, Merémót és Eljásib, Mattanjá, Mattenaj és Jaaszaj, Báni, Binnúj és Simi, Selemjá, Nátán és Adájá, Maknatbaj, Sásaj és Sáraj, Azarél, Selemjá és Semarjá, Sallum, Amarjá és Jószéf. Nebó fiai közül Jeiél, Mattitjá, Zábád, Zebíná, Jaddaj, Jóél és Benájá. Mindezek idegen nőket vettek feleségül, voltak közöttük olyan asszonyok, akiknek már fiaik is voltak.